Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ígértem önöknek, hogy a különböző mozgalmak, pártok ifjú titánjait bemutatjuk szerte az országba. Ez alkalommal az Iszom mozgalom egyik fiatal titánját, Rácz Szilárdot próbálom bemutatni. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy jött az ötlet, hogy érdekli a politika egyáltalán? Mikor jött erre rá? Egészen fiatal koromban már érdekelt a politika. Majd egyszer egy közösségi oldalon megláttam Szabóné Károlyi Szilgának a bejegyzését. Rámentem az oldalára, elolvastam a párt programját, és teljes mértékben végre azonosulni tudtam egy párttal. Ó, ez egy jó jel. Majd hány éves? 30 éves leszek. 30 éves, ez az első alkalom, hogy egy párt olyat ír saját magáról, amivel ön úgy érzi, hogy tulajdonképpen egyékenyen tudná árulni velük? Igen, teljes mértékben. Igen, mintha csak magamat olvastam volna. Így van. Hol született? Balassagyarmaton. Hogy került fel a fővárosba? Valójában 3 hónapos voltam az iszom, amikor szüleim felköltöztek. Úgyhogy én valójában itt cseperedtem föl. Értem, meséljen nekem magáról, családi állapotáról, gyermekei számáról. Hány házas felesége volt már? Egy feleségem van, 2 éve vagyunk házasok. Mázutóbb? Vendéglátós vagyok. Az mit jelent? Elhatározta, hogy mesterségem címere vendéglátós, vagy beiratkozott valami iskolába, és elsajátította ezt a szakmát? Így van, felszolgáló a szakmám. És mint felszolgáló szolgáló? És mint felszolgálóként is dolgozom, 15 éve. Így van, Gundel étteremben kezdtem, aztán... Ott volt tanuló, gondolom. Így van. Azt mondja el nekem, hogy egy ilyen szakmában a vendégekkel általában beszélgetni is kell, nem csak odaadni az étlapot. Van nagyon sok olyan vendég, aki egyedül érzi magát, és azért megy el egy étterembe, hogy valakihez hozzászólhasson. Előfordul az is, hogy politikáról van szó? Mostanában elég sűrűn. Főleg a Covid-járványnak köszönhetően, ugye? Hát, aki csak tudta, szitta. Akkor jelenlegi kormányt miért nem lehet leülni, és a többi sötébet, ugye olyan agyatlan, úgymond agyatlan intézkedéseket hoztak, ami eszméletlen volt. Hát meg kellett, hogy mentsék az országot, és ebbe gyakorlata tulajdonképpen szerte a világon senkinek nincs. Igen, csak nem volt benne a logika. Szóval olyan intézkedéseket hoztak, hogy tele volt az üzlet, de attól függetlenül mondjuk ne üljön le. Itt kell maszk, ott nem kell maszk. Nekem kell maszk, neki nem kell maszk, és körülbelül ennyire vagyunk egymástól. Hát igen, szóval... jó, hogy mondja, ennyire kell, hogy legyünk egymástól. Ez a, tudja, a légitársaságoknál a légiutas kísérők így cirkuszolnak, megmutatják, hogy itt a vészkiárat. Körül ez a szociális távolság, na, de ez már nem beszélgetés, ez már majdnem átkiabálás. Mit sikerült megtanulni ennek a pártnak a programjából? Mennyire tud teljesen azonosulni velük? Valójában itt az, hogy a szociális válság leküzdése, a társadalmi jólétnek a megteremtése. És ez a két mondat valójában mindent magában foglal. Honnét tudja ön, mert... hogy mi az a szociális válság? A szülei 3 hónapos korában fölhozták a fővárosba, hála Istennek óvodát elvégezte, az általános iskolán is túl lett, sőt, szakmát is tanult. Így tehát van. Akkor... Így van, de jelenleg én most egy szociális válságban élek. 2 munkahelyen kell dolgozom, ahhoz, hogy megérhessek. Konkrétan gyermekem nincs, mert erre a helyzetre nagyon nehéz. Albérletben élünk, úgy, mint nagyon sokan mások. Mivel foglalkozik az élettársa, a felesége? Ő műkülöm is kézépítő, de amúgy vendéglátós is a szakmája. De ebben a vendéglátásban már például őt már nem igazán szeretném engedni. Mert ez már nem az a vendéglátás, mint amikor én régen elkezdtem a szakmát a Gundában. Hát ez akkor egy ilyen nagyon tisztességes szakma volt, de ma már bárki beáll a pult mögé, vagy megfogja a tányérokat. Egyik legnagyobb probléma, valamint az, hogy bejelentés semmi nincs. Azt hogy kell érteni általában? Hát általában azt, hogy az jó, hogyha be vagy jelentve 8 órára, jó, hogy be vagy jelentve mondjuk szakmai minimumra, de annak a nettójával konkrétan semmit nem ér az ember, egy hitelt nem tud felvenni, szóval se áll vele a bank,
Szóval ez a be vagy jelentve 8 órára, van TB-d, de az mondjuk, hogy esetlegesen, ha beteg vagy, kapjál egy, segítsen, mi ez a szó, tápénzt. Na hát, azt felejtsük el. Szóval beteg vagy, akkor ott mondjuk egy buktál egy 5 napot. Hány éves korig lehet ezt fizikailag? Én elárulom, hogy az én édesanyámnak több egyetemi végzettsége is van, mégis élete nagy részét a vendéglátásba töltött el, úgy, mint üzletvezető, egy kombináltba dolgozott, a harmadosztályba pincérkedett, az első osztályba üzletvezető volt, és bizony nő létére a harmadosztályba megfogni azt a plátot és a söröket, ahhoz fizikai erőllét kell. Meddig tud egy pincér talpon maradni? A balettáncosok 30-40 éves korukban nyugdíjban mehetnek. Mi azt mondom, hogy egy egészséges 50, de 50 évig. De viszont ez is nagyon sok, hogy attól függ, hogy ki melyik területén dolgozik. Ugye ennek az ágazatnak is van az a robotolós, folyamatosan megyek, eszem az ideget, ugye, munka közben, hát, menet a vendégnek közben, mindig a vendég, igaza stb. Van. És nagyon sokat számít, hogy nyugodt, normál körülmény között dolgozunk, vagy pedig folyamatos stressz alatt, folyamatos hajtás alatt. Nem akarom vizsgáztatni, hogy mennyire van otthon a pártnak a világnézetéből, az alapszabályaiból, mi a létminimum, mi a minimál fizetés, amit szeretnének elérni? A 250 ezer forintos netto minimálbér, az 50 ezer forintos családi pótlék gyermekenként, ami nagyon fontos, az 50 ezer forintos nyugdíjkorpótlék, valamint a 100 ezer forintos létminimum. Ezek azok az alappillérek, amik ha megvannak, akkor úgy gondolom, hogy a választókerületemben is, ami a 9-es számú Kőbánya Kispestet foglalja magában, már egy jobb életet lehet élni. Ugyanis a dolgozói elszegényedés van, de nagyon kemény szinten. Kik indulnak ön ellen ebben a körzetben? Tudják, kik a vetélytársai? Tudom, de igazság szerint nem foglalkozom velük. Nekem saját magammal kell foglalkoznom, nekem azzal kell foglalkoznom, hogy minél több emberhez elérjek, minél több embernek a problémáját tudjam meghallgatni. Ez a következő kérdés. És mennyi időt tölt el ezzel, hogy ismerkedik a körzettel? Munka mellett nagyon nehéz. De megpróbálom minden egyes szabadidőmet. De ez szó szerint. Szóval nem igazán van nyaralás, nem igazán van olyan, hogy most ide-oda megyünk fürdőskézni, nem. Feleségem is jön velem, aláírás gyűjtünk, mindenkivel beszélünk, akivel tudunk, és nagyszerű tapasztalataim vannak az emberek felől, és olyan visszajelzéseket kapok, ami meglepődtem és erőt ad. Oda megy, azt mondja, jó napot kívánok, Rácz Szilárd vagyok, szeretném önt képviselni. Hogy fogadják ezt? Néznek rám először érthetetlenül, majd elmondom, hogy miről is van szó. És aztán van az a réteg, aki azt mondja, hát ez úgyse. És van az a réteg, aki elgondolkodik rajta. Sokan elhagyják? Nem. Egy ilyen 70-30 arányban mondanám. Amikor bemutatkozik és megmondja, hogy mit akar, már érzi, hogy mi lesz itt a válasz az első Igen. percekben? Igen. Hisz egy vendéglátós már azt is tudja, hogy fog-e attot kapni, vagy nem, ahogy az ember előveszi Így a pénzt. Pontosan ez a lényeg az egésznek. Hogy a politika számomra egy picit olyan, mint a vendéglátás. Mert amikor bejön az ember, az ajtón a vendég. És mondjuk egy kicsit olyan tartózkodó. De úgy megy el az a vendég, hogy kezet fogunk. És ez rengeteg mindent megmutat itt is a politikában. Hogy valaki úgy meg tudok szólítani, és két másodperc után akár már úgy tudunk elválni, hogy igen, érdekli, elolvassa a pártprogramot, és talán az egyik szavazóm lesz. Rácz Szilárd, van még hátra 2 percünk és 26 másodpercünk. Itt van Jákob a robotkamera. Gondolja azt, hogy ez egy leendő választó. Ha el tudja mondani 2 perc alatt, mit szeretne ön csinálni, akkor van remény, hogy befutó lesen. Ha 2 perc nem elegendő, akkor kár belekezdeni. Sut, öné a kamera. Köszönöm szépen. Nézzen szóval a szemébe neki. Szóval köszöntöm önöket, Rácz Szilárd vagyok. Az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom 9-es számú képviselőjelöltje. Első körben szeretném leküzdeni a szociális válságot. Másodszorban szeretném a társadalmi jólétet megteremteni. Majd szeretnék véget venni ennek a jelenlegi életkörülménynek, és pontosan ezért is szeretnék politikus lenni, hogy gyökeres változtatáson essen át ez az ország, és ennek részese lehessek. Sőt, tegyek érte. Szeretném azt elérni,
hogy fűtött meleg otthonban nevelhessük fel gyermekeinket, hogy elegendő legyen egyetlen egy munkahelyen dolgoznunk ahhoz, hogy megélhessünk, hogy az adófizetők pénze valóban az embereké legyen, és hogy esetlegesen könnyebben juthassunk hozzá az állami és az önkormányzati bérlakásokhoz, anélkül, hogy több évtizedes hitelvállalásokba verjük bele magunkat. Szeretnék minél több emberrel találkozni a 10. kerületben is, Kispesten is. A Kossuth-téri piacon már többször aláírás gyűjtöttünk, fogunk menni a Liget térre is, fogunk menni a Pongrácz telepre is, és még nagyon-nagyon számos több helyre szeretnék eljutni, ahol minél több emberrel fogok tudni találkozni, beszélni. Rácz Szilárdot látták és hallották, az ISZOM mozgalom leendő képviselőjét, aki a 9-es körzetben szeretné megalapozni politikai jövőjét. A tervek gyönyörűek, megpróbáljuk őt követni és megnézni, hogy sikerül-e neki. Sok sikert és köszönjük, hogy rendelkezésünk rá. Szépen köszönöm. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Következő vendégünk Kolyi László lesz, az Évosz elnöke. Természetesen vele az építőanyagárakról fogunk beszélni, és az új kormányrendeletekről. Tartsanak velünk, hamarosan jövünk vissza.